Lopott műkincsekre bukkantak a hatóságok Belgiumban. Pablo Picasso Tét és Marc Chagall Imádkozó férfi című festményeit 13 évvel ezelőtt rabolták el egy izraeli műgyűjtő Tel Avivi otthonából. A két kép értéke összesen 830 ezer euró, azaz 320 millió forint volt, amikor eltulajdonították. A festményeket Antwerpenben találták meg a rendőrök, miután házkutatást tartottak egy műkincs csempész több ingatlanjában is. A férfit őrizetbe vették.